Nebellácsi nagyvásárban sétálnak alá. November 10-én országos kirakodó és jószágpiac fogadta a Torontálvásárhelyi Vásártérre látogatókat. A Torontálvásárhelyi Vásár hosszú múltra tekint vissza. Idén jubileumot ünnepelt a hagyományos rendezvény. A novemberi vásárban ezúttal is a káposzta dominált. Jóvér László, az október 4-e közművesítési vállalat igazgatója, elmondta, hogy az idei utolsó vásár gazdag kínálattal szolgált a helybelieknek és vendégeknek egyaránt. Kicsit jobbat vártunk, de hogy a novemberi vásár tudatosan mindenki káposztavásárnak nevezi. Hát káposzta van elég, nem is éppen egy drága, 30 dinárért egy kilája átlagban. Tehát sok káposzta, a zöld piacon tényleg sok a kínálat. Úgy jószágpiac még nagyon gyér, azzal hozzátéve, hogy mindenféle jószágot, kivéve a sertésféléket, tehát tilos malacokat, disznókat, hízókat forgalmazni. Ezt megkaptuk hivatalosan az ellenőröktől, illetve pancsóáról. Ez van, de egyáltalán nem is volt, aki malacot vagy sertést hozott volna ide, úgyhogy lényegében egy ilyen nagyon laza, csöndes helyzetbe múlik a vásár. Jelen pillanatig semmiféle gondunk, bajunk nem volt, se problémákkal, se a helyekkel. Azzal, hogy ami évi eladásba el lett adva, tehát március folyamán, illetve február végén márciusban, sajnos tegnapi napig 7-8-at és esetleg ma egy 30 helyet eladtunk újat. Tehát eléggé gyéren megy az egész minden. Na de hát megint hangsúlyozom, hogy ez csak is egy káposztavásár. Az lepett meg, hogy sokkal több ilyen szélszám gazdasághoz való különböző kellékekkel, hát ezzel elég bőven fel van szerelve a vásár, valamint ilyen cukorkásokkal, cukrászokkal, stb. Sok a ruhanemű árus, persze új a munkásruháktól, az alsóneműtől, a törőközőtől, stb. Ez mondjuk elég szépen el van látva. Szikora Zoltán helyi őstermelő saját kertjében termesztett zöldségekkel érkezett ezúttal is. Tehát a novemberi vásár ismert, mint káposzta vásár. Önöknél is látunk itt a krumpli, a hagyma és a többi mellett ugye a káposztát is. Ami a káposztát illeti, hogy mennek az árak? Hát attól függ az árak, szóval 25-30. Ha többen mennek, akkor 30, vagy ha egy fejre, csak 40 dinár, kisebb. És ha nagyban veszik? Hát 25-30 dinár. Savanyított káposzta, az nincs? Jelenleg még nincs, de lesz. Két hét múlva. Mi minden van még itt a zöldségfajtákból? Pórehagyma, celler, sárgarépa, cvejkla, levél, zöldséglevél. Tehát főleg csak hogy hívják, krumpli, kalása, tök. Mi az, amit a legjobban vásárolnak, amit legjobban kérnek ilyenkor a novemberi vásárban? Hát főleg a káposzta, a krumpli is, mivel ugye, aki mostan télire készíti a krumplit, asztat, a többi ez meg mindennapi, amit vesznek. Önök eljárnak a piacra is? Persze, igen. Debegyacsára és Csakóvasicra járunk. Ezt a két piacot tartsuk, mert hát a munka mellett nem lehet többet mert csinálni, és még árulni is nem érkezik az embereik mindent, úgyhogy ez a két piac untig elég. Kifizető így a saját termést árulni? Hát mikor hogy? Mikor hogy? Valamikor jó, valamikor rosszabb, de hát ez a, hogy hívják, a balansz mindegy meg van, úgyhogy valamikor jó, nem panaszkodunk, mit csinálunk, így van, hát csináljuk. Ön számára mennyire fontos a Debellácsi nagyvásár, mint helybelinek? Hát jelent, hogy mi, hát mert másról is jönnek a népek, azt akkor lássák, hogy mi van a hogy hívják, az ajánlat, ugye, hát meg a történet, ugye, hogy a népek jönnek, valami történik a faluba, hogy lássanak újat, lássanak valamit, na hát látnak ismerőst is, hogy hát tanálkoznak, na, ennyi.
A Torontálvásárhelyi kolozsvári Pál minden alkalommal kilátogat a vására. Pali bácsival mindig rendszeresen találkozunk a Torontálvásárhelyi vásárban. Ön szerint milyen a mai vásár? Mai vásár, ahogy nézem, nagyon gyönge. Gyönge. Van eladó, de nagyon gyöngék a vevők. Nézd az én táskámba, még nincs semmi. Az úgynevezett fakanalazás régi hagyomány, mely talán csak az itteni vására jellemző. Itt említett a fakanalat? Ja igen, azt a lányokat szoktuk. Azt akkor még lány nem akart velünk beszélni, annak jót a popsiára úsztunk, hogy még rét is. Ha. Tehát ez az úgynevezett fakanalazási szokás? Igen. De most nincs, még nem is látok fakanalat. Vannak ezek a bazárok, ezek azok, más semmi. A novemberi vásár ismert még, mint káposzta vásár. Ja. Van mindenféle. Uborka meg káposzta legtöbb. Ha most töszik majd el, ugye? Most külön vettél már káposztát? Nem, de terben van. Szokta? Igen, szokta igen, és a bordós savanya káposzta, az a legjobb, ugye? Igen. Akármit, az egy kis káposzta, jó. A Torontálvásárhelyi vásár idén ünnepelte a jubileumi ünnepséget, 150 éves múltra tekint vissza. Ön már évtizedek óta eljár az itteni vására. Milyen volt régen, és milyen ma? Azon kívül, hogy említettük a fakanalazást, mi az, amiben még különbözik? Milyen volt régen? Hát akkor volt mindenféle. Most van, de nem veszi senki. Nincs pénzük, én nem tudom. Nem tudom, hogy mi. Juhász György kizárólag saját készítésű fűszerpaprikát hoz, és sok a visszatérő vásárló. Elérkezett a novemberi vásár, ilyenkor talán nagyobb a kereset, ami a fűszerpaprikát illeti, hisz még talán a disznóvágás időszaka él. Úgy, hogy valóban, hogy ez a novemberi vásár átlagban ilyenkor szokott a disznóvágást lenni, úgy látom, hogy elég szép a kereslet. Paprikája, igen. Milyen fajta fűszerpaprikák vannak, és milyenek az árak? Hát az árak maradtak ugyanúgy, mint tavaly is, ahogy voltak, tehát 100 gram 200 dinár, és a fajták pedig a horgosi és a magyar kalocsai fajtát rendezzük. Mi az, ami a legjobban el kell? Hát azért legjobban csak is az édes paprikából megy, azt úgy látszik mindenki bírja használni, úgyhogy abból megy el a legtöbb az édes paprikából. De megy az erősből is, meg az erősből van a sima, meg a tucanova, hogy mondják, az is van úgy, hogy... És ez mind az ön termék? Igen, a saját termésünk, saját malmunk, egyedül rendezzük, úgyhogy mind a saját termésünk. A gyakorisága és hosszúsága változó volt az elmúlt 150 év alatt, de a hagyomány még mindig él. Az október 4-e közművesítési vállalat szervezésében évente 4 hagyományos vásárt szerveznek meg. A márciusi volt anyagilag és tömeg számban nézve a legerősebb vásár idáig, az augusztusival, mint már a múltkor is beszélgetésünk folyamán beszélgettünk róla, hogy nagyon nem voltunk megelégedve, tehát így ilyen anyagias fiaszkorról beszélhetünk, mivel az eső is jól elmosott bennünket, és az eső mentesen is úgy látom, hogy nagyon nem jött össze az augusztusi vásár. Tehát a márciusi volt a legjobb, mert nem számíthatom, hogy 5-10 ezeret, persze, hogy sokkal-sokkal jobbak voltak, de ha már az idejéről beszélgetünk, akkor kimondottan a márciusi vásár volt a legerősebb. A következő vásár, tehát jövő év márciusában? Igen, jövő év márciusának a megszokott utolsó péntekén lesz megtartva. Na, addig, hogy majd mit hozzánk az idő, mit hoznak ránk a körülmények, hát ezt majd kivárjuk és közösen megvártjuk.